a menopauza az egy nagyon vidám darab, amiben játszom. És amikor a Györgyi meghalt, harmadnap menopauza volt. És akkor bementem, és mit tudom, én elénekeltem egy olyan számot, ami, hogy, aminek az a vége, hogy élni, élni kell, annak ellenére, hogy mennyi minden jön szembe. Öm, elénekeltem, és aztán utána bofán bőgtem a nézőket, bejött a Juci, ő is bőgött, mert ez pedig nem nem normális dolog, de hát ez benne van, és, és a nézők körülbelül egy olyan hm. 7-8 perces vastapsal tisztelték meg ezt a dolgot. Hm. Aztán utána a civil ember megy az utcán, és oda jön az autón mellé, és csak így csinál. Szóval ezzel nem lehet mit kezdeni, de muszáj csinálni, mert különben nincs más mód. De az meg se fordult a fejedbe, hogy ezeket a munkákat például eltolod? Eszembe, eszembe nem jutott. Amikor az apukám meghalt, akkor este bementem és játszottam. Fontos tanár, meghatározó szerelem, odaadó családtag, hűséges barát, sőt, akár egy popkulturális ikon, vagy egy szépirodalmi hős is lehet sorsfordító hatással az életünkre. Kadarkai Jendre vagyok, ez pedig a Nemek Igenje, a potpet.hu és a YouTube csatornám új sorozata. Nőkről és férfiakról, nőknek és férfiaknak. Mostantól minden szerdán, hol egy híres hölgy, hol pedig egy közismert férfi vendéggel beszélgetek, és arra kérem őket, hogy idézzék fel azt az öt ellenkező nemű szemét az életükből, akik valamiért kitörölhetetlen hatással voltak rájuk. Mit adtak? Hogyan formálták az életüket? És vajon mi mindenre tanították őket? Kiderül a nemek Hallgassák meg a teljes vágatlan beszélgetéseket és extra tartalmakat a potpethu Sokat kellett gondolkodnod, ezen az öt férfin? Egyértelműen azonnal kiderült, hogy kik azok, hiszen hogyha végig gondolom az életemet és a különböző történéseket, akkor ez az öt férfi áll a topon, és aztán utána még vannak jó sokan, de hát arra nem vagy kíváncsi. <laughs> Kezdjük is akkor, Kezdjük. de mielőtt uh, megnéznénk, ki Falusi Marian életének öt legfontosabb férfia, hallgassuk meg a műsor főtámogatójának, a fiusztinak az üzenetét. Teáink könnyed és frissítő kiegészítői egy üdítő beszélgetésnek. Fedezd fel a fúzió erejét a teák különleges ízvilágában. Kivel kezdjük? Természetesen apukámmal. Hát neki azért az életemet köszönhetem, hogy már mondtad, hogy kinek valamit mit köszönhetek. Meg az apukám egy elképesztően érzelmes Pali volt. Tehát, hogy ő ilyen nagyon-nagyon finom, finom lelkű. És szeretem azt, amikor a volt osztálytársaimmal beszélgetek, és ők mindig megkérdezik, hogy hogy, hogy hogy ment el az apukám, hogy milyen volt az élete, amikor, mit tudom, én az osztály már már szétesett, és azóta nem találkoztak vele. Mert az apukám nagyon tudott mesélni, nagyon-nagyon jó. Kapcsolatba került azokkal, akikkel találkozott, de gyerekektől a felnőttekig, mindenkivel nagyon, nagyon szép lelke volt, és én ezt nagyon szeretem. És az egyik oldalon ott volt egy ilyen Marcona nagyvállalat, országos nagyvállalat igazgatója, és a, és a, és a szervezőkészség, és a, a, a lendület, és az energia, a másik oldalon meg egy ilyen nyugodt, visszahúzódó, kellemes, széles ember volt, már ami az érzelmeit tekinti. Fantasztikus finom pali volt. Tőle örökölted az érzelmességet? Én azt hiszem, hogy igen. Tehát ahogy a kék szememetől örököltem, egy csomó mindent, ad, a hozzáállásomat, a, a nyugalmamat, hihetetlenül kitartó volt. Tehát Egyszer mentünk, ez valami valami, azt hiszem, Szlovákiába valami valamilyen libegőnél, mert én nyafogtam, hogy jaj, menjünk fel a libegőre, és baromi hosszú sor volt, és ők mondták, hogy jaj, hát menjünk tovább, de mondom, menjünk fel, menjünk fel. És ők nagyon komolyan kezeltek engem a szüleim, tehát ők, én ott egy mértékegység voltam a legkisebb koromtól kezdve, gyerek fel akar menni, menjünk. És beálltunk a sorba, anyukám már kidőlt, én már kidőltem, és az apuci ilyen rendíthetetlen ólom ott állt, és végigvárta a sort, és fölmentünk. Tehát ő nem engedte azt, hogy el Térítsük magunkat a különböző. Most ez egy apróság, de ez nagyban is ugyanígy működött céloktól. Ti köztetek volt egy ilyen klasszikus apalány a cinkosság? Apalánya, én én, igen, annak ellenére, hogy ő nagyon korán meghalt, tehát 66 éves korában meghalt, és én anyucival maradtam, és igazán én azt a fajta energi, energetikus női vonalat viszem tovább, ami a nagymamám is volt, és ami az anyukám is volt. Mindenféleképpen nagyon-nagyon apás voltam, és az összes döntést, mindent tőle vártam, és apukám is nagyon érdekes volt, hogy ő szerintem fiút várt, ő volt az utolsó olyan öm, évfolyam akinek, aki még nem kapott Szabin csepet, és a keze nehezen működött. És ezért egy csomó dologban ilyen ügyetlen volt, ilyen tevőleges dolgokban, és én meg abba bele tudtam segíteni a leg, legkisebb koromtól kezdve mindenben nagyon aktívan, hiszen el is várta kimondatlanul, de én mindent csináltam helyette, és, és ő ezt nagyon élvezte, és élvezte, hogy ügyes vagyok, és, és ez a mai napig is így van, minden ilyen szerelésben, pakolásban kreatív vagyok. Tényleg hát, polcokat tudsz szerelni? Abszolút polcokat, vicces, ez is szerelni mindent, egy csomó mindent meg tudok csinálni, olyat, amit úgy általában a fiúk szoktak. De tudok horgolni, kötni, varni, ilyeneket is, tehát az meg a, az meg a másik vonal. Igen. Hát az a nagymamám, igen, aki ezt, a, ezt magával hozta. De az apukám mindenféleképpen egy ilyen nagyon, nagyon jó, de nem volt úgy elvárással, hogy akkor ezt most nekem muszáj volt csinálni, csak láttam, hogy örül neki és valahogy. Én ezt megéreztem gyerekkoromtól kezdve, és egyértelmű volt, hogy hogy ezeket csináltam. Nagyon keveset találkoztunk egyébként. És Miért? Ez egy, mert ez egy borzasztó jó, házasság, egy borzasztó jó házassági alap volt, nagyon boldogan éltek ők. Tehát nálunk soha nem volt veszekedés, semmi, nagyszerűen kiegészítették egymást anyukám energiájával és szapukámnak ezzel, ezzel, az okos gondolkodásával, de nem ilyen papucs volt, tehát ne úgy gondolt, hogy mindent anyám csinált, és aztán mondta, hogy erre menj, arra menj, arra ment, hanem ő pontosan tudta, hogy mit szeretne, de, de konfliktus kerülő volt, okosan csinálta ezt az egészet, de a vállalatnak a képviselete volt, ugyan egy budapesti képviselet is, de az Várpalotán volt. És ő szívesebben volt Várpalotán, ott volt egy lakása, és aztán azt hiszem, egy héten egyszer hazajött, meg hétvégenként. Megmarha sokat volt külföldön, mert nagyon sokat dolgoztak külföldön ezzel a céggel, ilyen kutatófúrásokat végeztek távol kelettől kezdve, Anglián keresztül, mindenhol Európába, Afrikába, tehát ő nagyon sokat. Kicsi lányként nagyon hiányoltad ezt? Nem hiányoltam, de viszont érdekes, mert azért valahol ez megmaradt, mert vannak ilyen álmaim, hogy, hogy, hogy Balatonra én mindig le voltam rakva egész nyárra, és már amikor elkezdődött a nyár, ott hagytak, és szeptember első előtt fél órával fölhoztak, megnézték a sok fekete gyerek közül, hogy melyik az kiválasztottak egyet, és belöktek az iskola ajtón. Tehát én ott nagyon komoly nyarakat éltem át, és mindig hiányzott az, és egyszer-egyszer álmodom is azzal, hogy az apukám megjöjjön a sofőrjével, kinyitja az az ajtót bejön, és ott van. Ő nem volt egy magas ember, egy ilyen nagyon ölelni szeretné való pici ember volt. Ő hirtelen ment el, ugye? E, igen, igen, igen. 66 éves korában. Hát ez a szokásos, amikor tudod, nagyon sok mindent csinált, nagyon nagy felelősség volt rajta, és amikor nyugdíjba ment, így a rendszerváltás miatt, a nagy átalakulások miatt szétesett a vállalat, feldarabolták, stb. 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 és ő nyugdíjba ment. És akkor egyik nap itt döntesz milliárdokról, a másik nap meg ott ülsz a kutnál, és azon gondolkodsz, hogy a kutyát most vitt ki, vagy majd egy fél órával később. Van neked olyan, amit úgy nagyon szívesen Elmondtál volna neki, de nem volt rá alkalmad? Nincsen. Én semmiféle tartozásom nincsen a, 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 a szeretteimmel szemben, sem anyukámmal, sem apukámmal. Mindent mindig elmondtunk, mindent mindig megbeszéltünk, nagyon nyitottan éltünk. Emlékszem például olyan szinten, hogy én hatodik, nem tudom hány éves lehettem, de, de mentünk például a Mátraházára, kaptunk ilyen nyaralási lehetőséget, és a Mátrazi domboldalban napoztak emberek, és ilyen vizékben, ilyen, ilyen bokrokban mindig ki volt téve valami fehér vagy vagy piros valamilyen anyagdarab, hogy az ott foglalt azon a környéken. Tehát ők simán pucéran napoztunk egymás előtt. Nem, ők nagyon nyitottak voltak velem szemben, mert tudták, hogy én ezzel nem fog soha visszaélni, és viszont. Tőlük is örökölted valószínűleg ezt a függetlenségi hajlamod, az, hogy ilyen szuverén, szuverén vagy. Szabadságot. Hmm. Na ki a második férfiú? A második férfiát az, az első szerelem természetesen, bizonyos Laci, ő egy aktív zenész, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy mondjam-e őt névvel, hogy nem ez... Kell. Ne, igen, igen. Csak igen. a gondolod, mi örülünk, de, de ha nem, nem. Én harmadikban váltottam iskolát, mert volt ilyen mindenféle probléma, kirúgtak az egyik iskolából, a gimnáziumból. A, az Rényi gimnáziumból átmentem a Lővei Klára gimnáziumba, ami egy zenei gimnázium, Andorilona a kórusa, stb. 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 Tehát ez egy csodálatos váltás volt, és mindenféleképpen jót tett meg, hát azért is, mert megláttam a, a, az iskola a legszebb fiúját rögtön az évnyitón, és egymásra is néztünk, és azt hiszem, hogy egy olyan két-három hét kellett ahhoz, hogy, hogy nagyon erőteljesen egymásba szeressünk. Ő volt Laci. Ő volt Laci, igen, és ez tartott, hát miután harmadikban mentem át, harmadikba és negyedikben, és még utána is egy évig. Um, és hát ez egy nagyon-nagyon szép kapcsolat volt azért egyrészt, mert, mert az elsők voltunk egymásnak az ölelésben, és nagyon, nagyon finom volt ez az egész történet, és nagyon, nagyon megadtuk a módját, és, és, aztán utána is ez egy ilyen tartós dolog lett, tehát nem csak az, hogy összecsapottunk egy estére, és hát három éven keresztül ez, ez ment, a segígérő olyan volt, és 48 kilós voltam, tehát ez egy ilyen eléggé ideális pár volt ott ebben az iskolában, Ilyen légy, álompár légy. Pár voltatok? Hát igen, hát a, a Laciba mindenki szerelmes volt leginkább, és aztán utána lecsaptam mindenkinek a gondolatából is. <laughs> ez azért ért véget, mint oly sokszor ilyen esetben, hogy túl fiatalok voltatok? Láncokat vagy... voltunk fiatalok, hát már öregek voltunk, de hát hiszem, egy harmadik, negyedik gimnázium. Hát 21 legér. évesen mentetek szét, az mind az élet elején álló igen, emberekről Igen, beszélhetünk. És nem szétmentünk, hanem a Lacit elszerette egy el szerette egy lány, igen, de hát ez, ez azt hiszem, hogy természetes volt, hiszen ez a három év az mindig olyan, hogy akkor egy kicsit valahogy úgy lejjebb cseng a, ez az első nagy egymásra találás, és akkor mindenki még így elkezdi megrázni magát, hogy, hogy ebben még mi fér bele. Én nem hiszek a, abba, abba, a fajta monogám kapcsolatban, ami elindul az iskolában, és utána véget ér. Amikor ilyennel találkozom, azt mindig ájútan hallgatom, és, 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 megtisztelem azzal, hogy nem mondom el a saját marhaságaimat ezzel kapcsolatban. Te benned nem maradt tüske? Nem, nem, nem. Nem, mert annak akkor ott volt az ideje. Nem, tényleg. Ez milyen érdekes, sokan évtizedekig tudják mindezt. Úgy, úgy melengetni. Volt olyan kapcsolatom a későbbiekben, ami, amit aztán annyit gyászoltam, ameddig tartott. Tehát azért az egy másfajta volt, de az első szerelem, az első egymásra találás, az első ölelés, az első szépség a, a kapcsolatok lehetőségében, az nekem megvolt. Tehát amikor úgy annak örözt, tudod, hogy úgy, úgy elfogadnak, olyannak, szeretnek, olyannak, nem semmiféle kényszerbe vagy baj nem volt, és ez szerintem egy nagyon nagy dolog. Baráti viszonyban maradtatok, tudtok egymásról, vagy ez egy szép emléké? Hát ő, ő nyilván tud rólam, én nyilván tudok róla, szép emlékké szelidült, Nincsen értelme, hiszen egy csomó minden más csinál. Ő pontosan tudom a zenészséget, hogy az ember mindig azokkal van együtt, akikkel éppen, tehát hogy azokkal van nagyon együtt, de, de simán. Tudok vele beszélgetni, vagy vagy tudnék vele beszélgetni, nincs értelme, más élete van. Hm. És hála a jó Istennek, hogy szép élete Szép van. élete van. Igen, igen, igen. Ilyenkor átfut az ember agyán, pláne ennyi idő után, azért itt most már nagyon sok idő telt el egy élettségi óta, tehát hogy azért nem az, hogy három év telt el, az embernek van egy perspektívája. Átfut az agyán, hogy miért nem alakult ez máshogy? Vagy amikor látja a gyerekét, akkor azt mondja, hogy az lehetne az enyém is. Ha egy picit máshogy alakul? Nem, nekem nincsenek ilyen. Nincsenek? Nincsenek, mert az egy élet, az én életem meg ez, és nekem még dolgom volt. Tehát hogyha az úgy marad, meg lettek volna közös gyerekeink, akkor én is másfele ö, léptem volna, és akkor az én életem lett volna más, és én nem szeretném azt, hogyha az én életem más lenne. Hm. ez kevés ember mondhatja el magáról. Tényen? Hát én szerintem legalábbis az én tapasztalataim alapján sokan meg vannak elégedve a saját életükkel, vagy legalábbis jó néhányan, de a mi lett volna, ha kunkorodó kérdőjele, az nagyon sok ember fejében Ki ott Én van. Ki nem állhatom a mi lett volna hát? Mert hogyha, ha, ha, mert, mert ennek így kell lenni, én bízom ezekben a dolgokban mindig, hogy ha valami van, az, annak, annak úgy kell lennie. Ha mi lett volna, ha az mindig egy ilyen hülyeség, és az csak magadat cseszteted, és felsorolsz magadnak egy olyan, olyan lehetőségeket, amik, amik, amik nem jöttek létre. Miért lett volna az? Ez lett, ez a, kész. El kell fogadni. Na ki lesz a harmadik úri ember? A harmadik, hát az a, az, a, az, az, ősiség, maga Presser Gábor. Tehát én őt, amikor aztán így a gimnázium után mentem a, a tanárnőhöz a konzervatóriumba, én ott ismertem őt meg. Eljött vizsgámra is, elhívott énekelni a Deák a lemezére, és tulajdonképpen az, hogy a Györgyivel összejött a padüdő, az neki köszönhető, mert hogy én a Györgyit megismertem, az neki köszönhető, ő válogatott be, és hívott meg egy olyan musicalre, a Rémség kicsiny a Vix vagy és a, a Pesti színházban játszottuk, ahol én összetalálkoztam a Györgyével. Tehát ez az egész, egész történet valahogy az ő, ő manipulációja akarva és akaratlanul. Hiszen tudatos erre... volt ez szerintem? Nem, 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 Volt ez tudatos, hogy ebből valami lesz. Az, az, volt a tudatos, hogy ő azt szerette volna, hogyha ott érdekes emberek vannak, és hála jó Istennek, hogy a Györgyit az útjába vezérelte, aki éppen akkor a vígszínházban játszott a Sándor Palika által rendezett Ragyog-Ragyog csillagomban. Saját maga bevallása szerint nagyon rossz volt, de a lényeg az, hogy a picinek megütötte a szemét, és hogy, hogy, hogy ebbe így összehozott bennünket. Presser valaha kifejezte az elismerését, úgy felétek, a zenétek felé, a duótok felé, tehát kiderült az, hogy mit gondol erről? Biztos, hogy megvan róla a véleménye, nem hiszem, hogy hogy, hogy Tudnunk kellene, hiszen nyilván nem jó véleménye van. Mi, mi a lehet dologra. a baja? Hát gondolom zenében azért uh, mi mindig másfajta zené. Tehát az az Eurodisco, az a Pici bácsi uh, um, ízlésének nem hiszem, hogy megfelel. Ő inkább ennek az egésznek a tartalmi részét uh -huh. és a, 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 a koncepcióját mindenféleképpen sokra tartotta. De túl ezen én mindig mondtam neki, hogy ez nagyon fontos az, hogy, hogy ez mennyire jó van pozícionálva a padüdő, hiszen ő mondta már régebben is, hogy milyen jó lenne csinálni valami ezt és akkor egyszer csak nem bírta tovább, vagy hát nem, nem tűrte tovább, és azt mondta, hogy na jó, akkor álljunk neki, és csináljuk egy lemezt. Ez rajta azt, múlt? Hogy... Tehát ő volt erőszakosabb, mint korábban? Hát ő volt, nem, nem erőszakoskodott korábban, de korábban a kiadó ott állt, még a BMG-nél voltam, azt hiszem, vagy voltunk, azt hiszem, és ott állt a BMG kiadó igazgatója, és azt mondta, hogy Marian, akkor most csináljunk ebben az évben neked egy ezt. Itt van nálunk a Dés, itt van a Presser, itt van a mindenki, de megírják neked, felkérjük őket, csináljunk meg, és én mondtam, hogy nem, mert nekem az a dolgom, hogy csináljuk a padüdőt olyannak, amilyen, hiszen tőlünk azt várják, én imádtam a Györgyi imát és nem akartam, hogy ez, ez a dolog szétfolyon és másfele is keressenek, és aztán utána, amikor a Györgyi székbe került, és én mondtam neki, hogy Györgyikém nem melléd a székbe, én dolgozom tovább egyedül, és akkor a Pici mondta, hogy jó, hát az nem igaz, hogy 30 valahány éve majd a pályán vagy, és hogy nincs egy szóló, ez egy gyere csináljuk. És akkor csináltunk, és, és amit csináltunk, az tényleg egy ilyen teljesen egyedi módszerű dolog volt, hiszen egy, egy élőben vettük fel az ongorát és az éneket egyszerre real time-ban, és ez egy csodálatos vállalkozás volt, hiszen az, azt feltételezte, hogy nagyon tudunk együtt működni. Ez az a lemez, ami nomorik, amin a Marika néni ez rajta az a lemez, ami hát a nomorik, igen. Ez, abból ott Igen. áll nekem egyet, a szent, én ezt többször meghallgattam. Igen, és hogy, hogy az, az, azt csináltuk. De az se úgy volt, hogy ilyen erőszakkal összehozzunk mindenféle ért. Egy dalt írt nekem, a part címűt, ami csodálatos, és amit nekem írt. És hát a Marika néni azt meg azért tettük rá, mert az egy meglepetés, születésnapi dal volt, ami egy olyan olyan megtiszteltetés nekem, ez a fajta szöveg és minden, amit ő írt, amiről nem is lehet így csak beszélni. Úgyhogy a Pici bácsi az, az fantasztikus, és a Pici Bucsánat, bácsi. Hát, az, nem tudja valaki, ott ő tulajdonképpen nem csak, hogy kifejezi az ő nagy szeretetét irányodba, írt rólad egy dalt, ami hát könyvfakasztóan szép. Az. És olyan cukin énekli el. Igen. Tehát az arról süt a szeretet. Igen. Hála a jó is. És azzal te úgy szembesültél, hogy nem tudtál semmit, nem se, de beléptél, és elkezdte játszani. Igen, ott a buli... Boni... Én úgy szembesültem, hogy hazamentem este, megálltam a, a garázs előtt, és jött egy üzenet, és az üzenetben jött ez a dal 0 óra 2 perckor hajnalban a születésnapomon. És ott akkor egy órát bőgítséltem, én is utána meghallgattam, és ez tényleg csodálatos volt, és ráadásul ő ezt külföldről küldte. Úgyhogy ez egy olyan figyelmesség volt, és egy olyan szeretet, amivel nem is tudok mit kezdeni azóta sem. Hm. Mert ő egy szemérmes ember szerintem, Nagyon Gábor. szemérmes ember, igen, de hát az ő tartalma, az, ami ott van bent érzelmileg, emberileg, művészileg, és, és alkotóilag, ez, ez fantasztikus. És egyébként a Pici bácsiban az az elképesztő, hogy mindig mondják, hogy aki valamiben tehetséges, az mindenben tehetséges. Ő például nagyon egy teremtő energia. Tehát a, 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 az ő környezete is, ahogy lakik, a tárgyai, a dolgai, az egész egy olyan ö, egyedi teremtő energia, hogy az, az fantasztikus. Mit értesz teremtő energia alatt? Amikor, amikor, például valaki nem úgy költözik be egy házba, hogy beköltözik egy házba, azt mondja, jaj, de szép, hanem meg, hogy tudja, hogy milyennek szeretné. Hmm. Szóval... Saját képére formálja, ízlésére, a saját világát, klímáját igen. megteremti hát ennek, maga körül. És ennek van értelme, és ő nem tudna máshogy létezni, és mindent maga körül így formál. Tehát ő vele dolgozni, az, 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 az tényleg maga az élet. Most olyan boldog vagyok, hogy lesz megint koncertje, hogy és az egész hónapot előtte kihúztam, és nem megyek fellépni, mert tudom, hogy egy hónapon keresztül próbálni fogunk. És tudom, hogy már őrülök, mert már megint ott, ott fog ülni 8 órába, és így nézem, és tudom, hogy ha egy percre elveszem onnan a tekintetemet, akkor rám szól. És, és ez. De ez, miért? Miért szól rád? Mert a koncentrációt követeli meg de ő is azt adja. De, várj, de próba közben ő zongorázik, és neked nézned kell. Nem, nekem néznem kell. Mindenki, az összes zenész így nézi, hogy hol tartunk, hogy mi van, hogy uh -huh. merre megyünk. Csodálatos élmény. Csodálatos élmény. Ugye egyszer, én ezt talán már említettem neked nyilvánosan, szerintem én ezt nem álmodtam, valaki megkérdezte tőle, talán élő adásban, hogy mit tett le presser az asztalra. És én. te erre azt mondtad, hogy Presszer tette le az asztalt. Én erre jól emlékszem? Te erre jól emlékszem. Mert ez egy nagyon adekvát és egy fontos igen. definíció. Igen. Presszer jelentőségéről. Igen, 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 igen. A magyar zenében mindenféleképpen, és nem is csak a magyar, hanem úgy általában a zenében. Barátok is vagytok, az miben nyer teret? Ha bajotok van, fölhívjátok a másikat, vagy az a fajta barátság, hogy tisztes távolból mindig tudja az egyik, hogy mi van a másikkal, és a kell, felhívja ő? Ö, ha bajunk van, fölhívjuk. Én azt hiszem. Tehát volt, volt már rá nem egy példa, amikor, amikor valami van, és fölhívjuk. Ő is engem, én is őt. Hm. Te az a típus, hogy aki rámersz dőlni más vállára, ha baj van? Ö, nagyon érdekes, mert Sárik Petivel beszélgettünk most így a Györgyi halála kapcsán, és mondta, hogy ne vidd el egyedül a válladon. De viszem. Viszed? Aztán, ha muszáj, akkor dőlök. Hm. De csak, ha muszáj. És mikor muszáj? Mikor van, amikor azt érzi az ember, hogy na most már dőlne? mikor van jó kell. Tehát nem amikor baj van, nem abba kell ott lenni, hanem amikor örömet kell okozni, abba kell ott lenni valakinek. Igen? Igen. Csak bajnál miért nem kell? Mert azt csak te tudod megoldani. Csak te tudod elvinni. Biztos ez? Igen. Azt csak te tudod úgy vinni, ahogy te akarod. És valaki nem tudja azokat a terheket legalábbis részben elvenni tőled? Nem. Időszakosan? Nem. nem. Vagy te nem engeded? Nem, De nem is tudná nem tudná, hát az ember a lelkét nem tudja másnak oda pakolni. Hmm. De te teszel rá kísérletet, hogy volt, hogy tettél? Nem. Én nagyon hiszek a ventilálásnak a felszabadító erejében. Tehát, hogy az ember beszél. Egyszer azt mondta nekem egy okos nő, hogy nagy csalódás vagy nagy veszteségélmény idején, Igen? nagyon sokat kell beszélni. És egyszer, már nem csak a barátaid unják meg, hanem te magad is. És amikor te magad megunod, a saját magad bújának, a folyamatos ismételgetését, ezt most nem ö, Igen, úgy értem, értem hogy ez degradálom annak a búnak értem, a nagyságát, egyszerűen kiszakad az emberből is. Már annyira nem fáj. Én ebben például hiszek. Én nem. Én nem, én introvertált vagyok, én bent oldom meg ezeket a dolgokat, és, és amikor, amikor, úgy gondolom, hogy valamire lehetőség van, valami örömre, de ezek a legegyszerűbb dolgok, tehát például tegnap. Mondtam, hogy lemegyek a Balatonra, pakolnom kell egy csomó mindent, jönnek oda vendégek, szeretnék összerakodni. Egyik táncosnő, másik táncosnő, pif lemondta a dolgát, Zsófi meg a Fruzsina, és azt mondta, hogy jó, jövünk veled, Marika. Felvettem őket, a Zsófi hozott reggelit, kocsiba megreggeliztünk, lementünk a Balatonra, ittuk egy kávét érkezéskor, három óra alatt szanaszét csaptuk a, a, a fölraktunk függönyöket, izé, az egyik porszivózott, szóval úgy, úgy történt, minden ott lent lakik az egyik, a, a harmadik táncosnő, ő is odajött, hozott epret, ettünk, beszélgetünk, örömöt okoztak nekem ezzel, segítettek, stb. stb. És nem ültünk, és arról panaszkodtuk, hogy jaj, 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 de rossz most nekünk, és nem mondtuk el százszor, és nem erről beszéltünk, de sokkal több fájdalmat kivitt szerintem ez a fajta időtöltés, ez a fajta összetartás, ez a fajta barátkozás. És aztán jöttünk haza, és, és elváltunk, és úgy éreztem, hogy egy csodálatos napot töltöttünk együtt, pusztán ettől az együttérzéstől a jóban, és nem abban, hogy Sérdogával 40szer elmondtam valakinek a bajomat. Te ebben gondolom, szintén jó vagy. Tehát olyanra gondolok, hogy ilyen örömozásban vagy a bú elvételében mindezt derű nyomán, igen. Ebbe szerintem te jó vagy, igen, ugye? Igen, igen, igen. Ezt a Györgyitől tanultad? Mert... A sok mindent tanultam a Györgyitől, igen, és főleg ezt a fajta összetartásos, és, és ezt a fajta építkezős dolgot, hogy, hogy, hogy együtt kell lenni. És úgy kell beszélgetni, de valahogy úgy mindig másról, de nem azért, mert terelsz, hanem mert, hogy, hogy attól nem lesz jobb, hogyha százszor elmondod, hogy valami rossz. Hm. Ő nagyon ott állt melletted, amikor elvesztetted az apukámat. Igen, ugye? ő nagyon, és elképesztő az ő hozzáállása ehhez az egész a, 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 a halálhoz a mindenhez. Fantasztikus. Tehát ő döbbenett túl azon, hogy gyerekkora óta, vagy hát 18 éves kora óta, amikor diagnosztizálták nála ezt a betegséget, ő tudta, hogy ennek hogy lesz vége, és hogy, hogy esetleg csúnya vége lesz, vagy mit tudom én és, és mégsem félelemmel, vagy mégsem, inkább egyfajta tagadással, nem odafigyeléssel és hihetetlen derűvel kezelte ezt a dolgot. És hogyha ilyennel találkozott akkor is. Tehát az ő nyilatkozata arról, hogy, hogy az ő temetésén ne, ne, legyen mobiltelefon kikapcsolva, hát ha lesz valami seft abban az időben. Szóval ilyen, ezek, ezek a fajta dolgok, és ez nála fura, mert, mert valahogy teljesen őszinte volt, és ezt ő be is, be is bizonyította a halálával, hogy, hogy ezt, ezt így gondoltak komolyan. Ezt el lehet tanulni valakitől, Nem. szerinted? Nem. 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 Fura volt, amikor, amikor beteg volt, és, és jött oda egy, egy ember, aki hozta a fiát, hogy hát sajnos ez a baja, és hogy nagyon depressziós, és hogy, hogy a Györgyi ezt hogy csinálja? Hát úgy, hogy a Györgyi a Györgyi. Hmm. Nézzük meg akkor a következő, következő? embert. A következő az a Fáj Miklós nevű kritikus, Akivel egy újságcikk kapcsán ismerkedtem meg, ö, ö, akart riportot, vagy nem riportot, akart írni egy, egy cikket a népszabadságban, még annak idején egy 20 éve, a padödőről. És akkor megbeszéltük, hogy találkozunk, ö, hogy is volt, valami egészen furcsa érdekeset írt, és akkor találkoztunk, beszélgettünk Szentendén ott a főtéren, elküldte a cikket, én egyáltalán nem reagáltam, mert akkor én annyira dolgoztam, meg abszolút izé, meg jól van, fáj, Miklós, persze. De jó írt? én nagyon érdekeset írt. Igen, szóval olyan komolyan vettem, mert az a, a, akkor minden héten írt énekesekről. Az egyik héten írt a Martonéváról, a másik héten ért rólam. Szóval, hogy az azért és un... szigorú volt. De akkor és akkor én... is szigorú volt. Szigorú rettenetesen volt, igen. Szigorú igen. Szigorú rettenetesen, volt. szigorú volt, és, és, és Gardellel csapkodott mindenkit. És, és megismertem, és nekem nagyon-nagyon mm, szimpatikus volt az, hogy ő ezt a dolgot mennyire komolyan vette. És aztán utána beszélgettünk, elég sokat annak kapcsán, hogy mondom, nem jeleztem vissza, aztán mondta, hogy jelezek vissza. Találkoztunk, beszélgettünk, és valami hihetetlenül szimpatikus volt az, hogy hogy ő mennyi mindent tud. Tehát én a Molnár Péterrel nagyon jóba voltunk, amíg élt, és és a Molnár Gál Péternek ez a hihetetlen ö, lexikális tudása, és azok a kapcsolódásai, a kapcsolatai, az egészet, ö, ahogy felépített egy kritikát, hogy mennyi mindent tanított magáról a műfajról is, magáról a, a darabról is, magáról a, a, a környezetről, az nekem nagyon-nagyon tetszett, ahogy ő írt, nagyon szerettem, tehát, hogy mit tudom, írt egy két oldalas kritikát egy színdarabról, az utolsó négy mondatban elintézte magát, azt a konkrétan a darabot, de az egész hátteret azt megrajzolta, és élmény volt olvasni és a hát és a Miklós is nagyon sokat tanult tőle, tehát ő mondta, hogy a valamilyen szinten a mesterének tartja. Másrészt meg a Miklósnak ez a fajta ö, objektivitása, az nagyon tetszett nekem, mert aztán utána elkezdtünk sokat járni együtt koncertre, meg színházban, meg mindenhova, és nagyon tetszett az, hogy, hogy képes elvonatkoztatni, tetszett is, meg közben meg nem is, hogy képes elvonatkoztatni attól, hogy Mik a körülmények? Tehát ő mindig a produktumot volt képes nézni. De tudod, mi gondolkodom, hogy azért ti első ránézésre nem az a, ugye én régóta tudom, hogy ti nagyon jó barátok vagytok. De hogy végig gondolt, vagy végig gondolnám ennek a két embernek a jellemrajzát, habitusát, karakterét. Úgy nem jutna rögtön eszembe, hogy ez a két ember egyébként jóba is lehet. Igen, ez nagyon érdekes egyébként. Nagyon érdekes. Azt hiszem, hogy ő, ő is egy ilyen álmodozó elméletben élő valaki, és az én gyakorlatiasságom az, ami, ami például neki szimpatikus lehet. Tehát, hogyha a barátság az, az addig kanyarodik, hogy amikor a kutyájuk a. a barátnőnek van két kutyája, akkor a kutyának valami baja van, akkor engem hívnak föl. Tehát hogy egy, egy, egy csomó ilyen dologban, meg autócsináltatásban, mit tudom Tehát a, a barátság az, az velük nekem ilyen. Hmm. Ilyen is. És aztán meg olyan is, hogy, hogy nagyon tetszett az a fajta komplex gondolkodás, amit így felfedeztem a Miklósban, és akkor elkezdtem megkérni arra, hogy segítsen nekem, amikor akartam valamiket összeállítani, műsorokat. És két műpakoncertet, egy zenakadémia koncertet, nagyon sok műsort, önálló műsort, különböző fesztiválokra, amik aztán utána éveken keresztül mentek, különböző stábokkal. Az, hogy, hogy abban mi legyen, meg hogy legyen, meg miért legyen, arra őt szoktam általában megkérni, mert az ő rálátása annyira komplex, történelmileg, zeneileg, mindenileg, és az irányomban bízom benne, hogy érzelmileg is. Meg hát szokta azt mondani, hogy én vagyok az egyik, most már hozzáteszem, hogy az egyik legjobb énekes Magyarországon, Magyarországot, de csak azért, mert nem feltétlenül hangi dolgok miatt, bár azt is bízom benne, hogy szereti, hanem érzelmileg és úgy mindenileg. Hát egyszer azt mondta, hogy hidd már el, hogy te vagy az ország legjobb énekes. egyszer mondta neked. Mondta, persze. Ja. Akkor az neked milyen volt? Persze a szívedhez kaptál, hagyjál már Miklós, mennyit a fenébe. Hát kb. ez, de ő egy olyan ember, aki nem csinálná. Ezeket a dolgokat, hogyha amikor megkérem, hogyha nem látná, hogy annak értelme van. Mondta, az első a... közös Bocs. munkánk egyébként, aztán, ami, ami, ami így összejött, az az volt, hogy volt az Amerikában, volt az a Magyar Év, New Yorkban, és akkor oda meghívtak engem összerakni, csinálni egy műsort, és akkor oda, oda rakott össze egy olyan műsort, ami tényleg észrevesztő volt, és nagyon nagy sikert ért el kint is. Azt mondott, hogy remélet, hogy a hangi miatt is, de inkább a lélek, a jelenlét, Emberi az érzékenység? Igen. Emberi dolgok miatt. Igen? Igen, mert ő azt pontosan tudja, hogy ez a, ez a, ez a művészet azért ez egy nagyon komplex dolog. Tehát nem, nem lehet azt csak úgy kizárni, hogy hú, de szép hangja van. És akkor az már jó. Ő tudja igazán. Igen, de erről mi már beszélgettünk, és számomra mindig egy nagy misztérium, hogy ilyen nagy-nagy bajok esetén, ami éri időnként az embert, akkor... Akkor hogy van az, hogy kiáll, énekel egy csodálatosat, akkor ő kívül tudja hagyni a bajokat, vagy amikor énekel, akár egy vidám dalt is, vagy érzelmes dalt, akkor az átszűrődik? Tehát te, ha most énekelsz, manapság, akkor az érződik, hogy mi történt veled az elmúlt időszakban? Hát persze, hogy érződik, de, de azt hiszem, ez így, hát a, a menopauza az egy nagyon vidám darab amiben játszom. Négyen játszuk, a Hernádi utcus, a, a Nárai Éreke és én. És amikor a Györgyi meghalt, másnap menopauza volt. Nem, másnap egy koncert volt a Sári Petiékkel, és a harmadnap menopauza volt. És akkor bementem, és mit tudom, én elénekeltem egy olyan számot, ami, hogy, aminek az a vége, hogy élni, élni kell, annak ellenére, hogy mennyi minden jön szembe. Öm, elénekeltem, és aztán utána bofán bőgtem a nézőket, bejött a juci ő is bőgött, mert ez pedig nem nem normális dolog, de hát ez benne van, és, és a nézők körülbelül egy olyan hm. 7-8 perces vastapssal ö, tisztelték meg ezt a dolgot. Hm. Aztán utána a civil ember megy az utcán, és oda odajön, odajön az autón mellé, és csak így csinál. Szóval ezzel nem lehet mit kezdeni, de muszáj csinálni, mert különben nincs más mód. De az meg se fordult a fejedbe, hogy ezeket a munkákat például eltolod? Eszembe. eszembe nem jutott. Amikor az apukám meghalt, akkor este bementem és játszottam. Ez nem, 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 megengedhető, hogy, hogy akkor ne csináld a dolgodat. Kivel szemben nem megengedhető? Magad az ember. Az, az, egy, az egy, feladat. Molnár Piroska használta egyszer ezt a kifejezést, hogy ilyen bornírt kötelességtudat. Igen. Ez az? Csodálatos kifejezés. És mi Igen. lesz akkor velünk? Tehát a bajunkkal, saját magunkkal? Saját magunkkal az lesz, hogy a, a, ez egy dupla előadás volt, és a második előadáson már teljesen rendben ment minden. Egyszerre neki kell futni, tehát az az, az túlélhetetlen, hogy egyszer, egyszer kiszaladjon, és aztán utána megcsinálod a dolgodat. Hm. Azt hiszem. Viszat... És nem vagyok rá büszke, hogy, hogy ott elsértem magam. Ezt nem mondott komolyan. De, 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 de. Lehetett volna ezt úgy is énekelni, hogy nem sérje el magát az Lehet, önbe. és a Györgyi nagyon röhögött rajta valószínűleg, amikor ott éltem. Csit, de tényleg. Ő nem szerette egyáltalán, hogy a... Nem, nem, hát ő megőrült tőle, megőrült, hogy én mindig bőgök, amikor valami van, és azt mondja, hogy hülye vagyok, hát fogjam már vissza magam. Uff. De hát ez azért nem így megy. Hát nagyon nem így megy. Hát. De ő ilyen alkat volt, vagy ő szerinted eldöntötte az hogy távol tartja? Nem, ő... nem, nem. Ő ilyen alkat volt, és, és azért úgy tudom, hogy elérzékenyült néha, de azt nem mutatta. Nem mutatta? Nem, nem, nem. Még nekem sem velem szemben hihetetlenül szemérmes volt. Ez milyen érdekes? Abszolút. De miért? Hát ti aztán tényleg mindent tudtatok a másikról. Igen, de viszont megvolt egymással szemben a szerepünk, és én szerintem ő azt azt fontosnak tartotta, hogy ő ne legyen gyenge, vagy mit tudom, a az nem feltétlenül gyengeség, sőt. Szerintem nem gyengeség. Igen, szerintem talán azt nem akarta, hogy ez úgy, úgy kiderüljön, hogy mennyire... Igen. <hül> Na de vissza Fáj Miklóshoz. Azon gondolkodtam most így, hogy említetted Pressert és Fáj Miklóst is, amennyire én megismertem ezt a két úriembert, mind a ketten azért Tartózkodóbb típusok szerintem? Tehát olyan nagyon könnyen nem azok, akik három másodpercen belül keblére ölelik a másikat. Én se vagyok az a típus Igen. Igen. Nincs is olyan sok ember, akit a keblükre ölelnek. És szerintem hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy. Hogy ezt te mégis elérted náluk? Igen, nem tettem érte semmit. Azon gondolkodtál, hogy miért engednek ők ilyen, és ezek szerint elég gyorsan, közel magukhoz? Vagy engedtek rögtön az elején? Mit tudom én? Nem tudom. Tényleg nem tudom, a fogalmam nincs. Nem is tettek erre nézve utalást? Nem. nem. Nem, de hát azt tudom, hogy nincs, nincs barátfelvétel, és nincs nagy barátkozás. Már hogy a részükről? Igen. És te ebbe hiszel, hogy nincs barátfelvétel? Én nem, egyébként. Szerintem bármikor van barátfelvétel. Ezek ilyen ja, régóta... A barátfelvétel óta... az jó, ne, ne, ezt, ezt most nem úgy értem, hanem hogy a mikros esetében például nem az van, hogy minden a harmadik napon kivel összebarátkozik. Tehát Igen. El, ahhoz nagyon-nagyon sok kell, és nagyon nagyon ö, Nincs olyan. <laughs> Hála Istennek. Nálad azért ez máshogy van, Te azért szívűbb vagy közvetlen, bizalmasabb? Nem? Igen. Na, úgy néz ki. Úgy Igen. néz ki? Úgy néz ki. De azért van egy fal. Van persze mindenféleképpen. Én nagyon közvetlen és nagyon nyitott vagyok, és nagyon ö, sok mindent megengedek, meg közel is lehet hozzám kerülni egy bizonyos szintén. De egy burkot azért mindig képzel. Persze, hát ez természetes. Önvédelem. De mitől fél az ember szerinted? Hát most például attól, hogy nincs a Györgyi, mert amikor bárkivel kapcsolatba kerültem, neki hihetetlen szeizmográfia volt erre a dologra. Tehát olyan én mindig vittem oda, ó, pasi, vaj, de nézd, hú, és mennyire is. na és mondta, hogy aha, jó, akkor ez egy olyan fél év, két hónap. Simán megmondta előre, hogy, hogy hogy mennyi van benne. Elképesztő módon érezte az embereket. De azt látta, hogy ti ketten nem vagytok kellően kompatibilisek, vagy inkább az ő jellemi hibáját véleményezte? Is is. Itt is, és. Is. Is, is. Is, is. Tehát ő engem azt tudom, hogy nagyon nagyra tartott, és mindenkit kevésnek ítélt szerintem az, hogy, hogy velem legyen, vagy hogy az az fajta szeretet, amit én tudok, hogy azt fölöslegesen pazarlom. Most ez hülye hangzik, de ő ezt nagyon értette. Volt olyan, akit úgy nagyon megsüvegelt, és azt mondta, hogy na, ő lenne az, vagy ő az, aki méltó hozzád? Ezen logika mentén? Nem igazán. Nem igazán? Nem. Hú, akkor magasan volt a létsz. Egyszer, egyszer majdnem, de aztán az is elcsúszott. Hm. De őt azért megsüvegelte ezek no, szerint. Tehát ő átment a... Ne, nem, nem. Úgy, 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 egy, úgy egy kicsit. Tehát nagyobb volt a bizalom az irányába, és nem ez a rögtön tagadás, hogy Jézusom, mit képzelsz. Hm. Na ki az ötödik úriember? Az ötödik úriember egy nagyon érdekes pasi, aki, a, aki, barát felvétel. Tehát őt úgy hívják, hogy Földvári Péter. Földvári Péter a, a szövetségnek volt elnöke, vagy főtitkár, vagy valamilyen annak idején. És ők egy kaposvári fiú, aki nagyon szerette a színházat. Nagyon, nagyon sokat bejárt a Kaposvári színházba, még abba a nagy Kaposvári színházba, és aztán utána abba hagyta ezt a civil foglalkozást, feljött Pestre, és uh, munkát vállalt a Karinti színháznál, és aztán egyszer csak fogta magát, és csinált egy önálló uh, ilyen um, irodát, ahol művészeket képvisel. Plusz megpályáztam most nem olyan régen a hadszinteátumot, és két éve ő lett a hadszinteátumnak az igazgatója. Tehát egy ilyen civil foglalkozásból egyszer csak átment egy hihetetlen színház szerettés után egy olyan dologba, hogy ő ezt menedzserként működteti, akár mint a művészek életét, akár mint egy színházat. Ez egy befogadó színház, a hat és ő ott dolgozik. Nekem is vannak ott műsorai. Födvári Péterrel én nem is tudom, hogy hogy ismerkedtünk össze. Tényleg nem hát, tudod felidézni? Hát ő biztos, hogy tudja, de. De hülye vagyok, és elfelejtek mindent, nem emlékszem. Mindenesetre elkezdtünk dolgok, el, valamiket csináltunk. Majd, majd felhívom, és megkérdezem, csak most éppen Rómában van, nem Berlinben van. És uh, uh, valahogy úgy csinálgattunk dolgokat, jött a koncertre, rajongott is, akkor meghívott a Karintiba még annak idején fellépni. Um, Általában is megismertem egy csomó érdekes embert, Lorán Lenkét például, baráti társaságban volt vele, meg meg ilyenek, de neki éppen a, a, amit ő hozott az én életembe, az ennek a művészvilágnak a menedzser szemlélete. Tehát, hogy ő ezt képes kezelni, hogy emberekkel dolgozik együtt, hogy, 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 hogy hozza viszi őket, hogy hm. adja veszélyüket, és az az érdekes, hogy én egy pillanatig nem álltam vele, és nem is fogok soha ilyen kapcsolatban, tehát ilyen viszonyban, hogy engem ő menedzseljen, vagy valami, de hogyha bármi van, akkor meg szoktam kérdezni a véleményét. Ő egy nagyon konstruktív ember, szint. Én ő, valahogy szeretem azokat a palikat, akik így ilyen, ilyen, ilyen aktívan gondolkodnak. Tehát amikor volt a, a darabjaim koncert, ami az én ö, nagy koncertem volt, akkor azt az például ő találta ki, hogy legyen darabjaim. Hm. És most is adott egy fogóckodót, hogy októbertől csináljak egy műsort, és annak is már mondott egy címet, ami nagyon fájdalmas, ugyanakkor nagyon érdekes, és új felemutató, de ezt nem mondom most meg. De önéletről az ígletés, ha jól sejtem, egy picit? Ö, nem, 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 hanem inkább valami más csinálós, mint ami, ami, ami eddig volt. Tehát olyan zenék, amik nem olyanok, amiket eddig énekeltem, hanem mások. De, de, ez, de jó, hogy ő, ő gondolkodik bennem dolgokban, Ügyes fiú. És én szeretem, amikor valaki ilyen, és ő például, mit tudom én, 20 éve is, nem 15 éve is ment, tehát nem olyan nagyon régen. De azért Györgyi is szóba jött, és ha már ezt említetted, uh, gondolkodol e hogy egyáltalán kell-e gondolkodni, ahogyan tovább? Mert hogy ti annyira szimbiotikusan együtt voltatok minden tekintetben. Az, hogy meghalt, az nem egy olyan elválasztó esemény, amitől kezdve nekem most mást kell csinálni. Azokat a dolgokat csinálom, amiket eddig csináltam nélküle, amiket vele csináltam, azok értelemszerűen megszüntett. Tehát A klubrádióban lemondtam a műsort, azt nem akarom tovább, mert az a miénk volt a, a, egy csomó dolgot tehát a, a budosan is csináltunk egy beszélgetős, műsort, ahol voltál velünk, az is a miénk volt. Ami a miénk volt, azt én egy, egyedül nem akarom tovább vinni. Nem mondom, hogy nem fog podő számokat énekelni, mert biztos fogok, hiszen az az enyém is. De, de nem az a mainstream, hogy én most kiállok és emlék koncert, meg mit tudom én azonnal megtaláltak, emlékkoncert, emléklemez, emlékkönyv, em, egy emlékkönyvünk már, úgyis van, de hogy tudod, hogy, hogy ez, ez, ez nem, mert, mert ő itt van, tehát, és nem attól lesz kevésbé, vagy jobban itt, hogy akkor én most elkezdem azt énekelni, vagy valami, és kihasználom annak a népszerű, vagy szóval nem tudom, az hülyeség. De hogy, hogy nem, ez eszembe nem jut. te úgy csinálok mindent, mintha itt lenne, és általában úgy szoktam gondolkodni, hogy úr Isten, most mit szólna, vagy de utálná. Tehát, hogy mindenféleképpen én kalkulálok vele, hiszen van. Hm. Hogy mondta Sárik Péter, ne akard egyedül. A vállamon elvinnie. Hát maradjunk ebbe szerintem. Okay. Örülök, hogy itt voltál. Én köszönöm.